egyszer az fogalmazódott meg bennem, hogy ne haragudjatok, ilyen messzire kanyarodok, hogy hívő emberként azt mondtam magamnak, hogy ha van Isten, akkor szükségképpen természetesen kell lennie Sátánnak is. A Jézusi imában is már benne van, hogy szabad is meg minket a gonosztól. Tehát létezik. Úgy tűnik nekem, hogy a Sátán átvette az uralmat Európába, és mindent tönkre akar tenni, ami a természetes, klasszikus, élő, vagy ha úgy tetszik, isteni rendet szolgálja. Tehát nem azt mondja, hogy de nem azt mondják ezek az emberek, hogy de igenis kell, hogy megronthassuk a gyerekeket, mert nekünk felszabadítsuk, hanem azt mondják, hogy ez egy homofób törvény, tehát a szexuálisan eltérő emberek ellen mozog. Tudjuk, hogy nem így van, és azt mondja az ember, de miért akarjátok minden területen az abortusz határaideinek kitolásával, és így tovább, miért akarjátok megrontani ezt a civilizációt, és nem találtam más kulcsot, és hirtelen azon a helyére kerül minden, hogy úgy tűnik, hogy a Sátán Európában, Nyugat-Európában átvette az uralmat, és a sereg, teljesen mindegy, hogy a Sátán kijeleníti meg, vagy kiszolgálja közvetlenül, lehetnek típjeink. Minden olyan lépésük arra szolgál, hogy azokat, akik ragaszkodnak a természetes, normális életvitelhez, azokat meg kell törni. El kell venni a magyaroktól a pénzt. Ki kell kergetni őket ebből a barakból, mert ez már egy barak, ami egy ilyen ideológiai terror alatt lévő barak, amit most Nyugat-Európának látunk. Ki kell őket kergetni, tényleg kell őket kényszeríteni. Miért is? Mert ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amik az elmúlt sok-sok-sok évezredben az embereket emberré tették.